Több mint 40 éve építették a vásárcsarnokot, azóta komolyabb felújítás itt nem történt. Ez a villanyfőkapcsoló az 1-es csarnokban teljes cserére szorul, a 4 évtizedes berendezés 1-es és 2-es csarnokban egyaránt. Hangosítás hiányzik, tehát itt egy tűzriadót csináltunk, de kézivel ez nem egészen megoldás, mert itt mindenkit tájékoztatni kell és időbe, mert ez élet és baleset veszélyes így. Ezen kívül, még mondom itt, ahogy állunk a padozaton, ezt is meg kell javítani, ez a munkaügyi felügyelőnek a kérése, mert balesetveszélyt okozhat. A csatorna, a vízhálózat, a gáz és a központi fűtés is igencsak problémás a vásárcsarnokban. Meleg víz egyáltalán nincs az épületben. Ebből a csapból is csak hideg víz folydogál, és a környezete is hagy maga után kívánni valót. Omladozik a burkolat, a csempe is. Ennek ellenére az évek óta ígért komplex felújítás várat magára. Az uniótól 1 milliárd 200 000 forintot kapott a város erre a célra, a legolcsóbb kivitelezői ajánlat azonban ennél több százmillióval drágább volt. Az eredeti tervekben megújuló energia és a tetőn kialakított zöld terület is szerepelt. A műszaki tartalom csökkentése után sem érkezett elfogadható ajánlat az önkormányzathoz, ezért most a megoldást keresik. Egyrészt többlettámogatást is kérhetünk a projekthez. Nyilván elméletileg tehetnénk saját forrást is, de megmondom őszintén, hogy én azt nem tartom jó ötletnek. Illetve azt csináljuk, hogy az egész projekt volt, áttesszük egy másik EU-s történetbe, egy másik EU-s forrást próbálunk meg neki keresni. Jelenleg ezt mind a hármat vizsgáljuk, bár igazából ez a három, ez csak kettő. Nem fogunk saját pénzt beletenni, ebben szinte teljesen biztos vagyok. A napi gondok mellett, amit lehet, fejlesztenek. Ez az új takarítógép, amelyet a napokban üzemeltek be a vásárcsarnokban. A tervek szerint bűnmegelőzési céllal hamarosan 64 kamerát is felszerelnek az épületre.